Sziasztok! Ma arról fogunk beszélni, hogy hogyan fogunk beférni a súlycsoportba, hogyha véletlenül egy picit túlléptük a kategóriánkat. Ugye több súlycsoporttal is rendelkezünk, van 50 kg, 55, 60, 67, fél, 75. Ugye ez mondjuk én a 67 fél mínuszban vagyok, ez azt jelenti, hogy 60 kg-tól 67 félig mehet fel a súlyom. Nyilván az a legjobb, amikor így a közepe fele vagyunk 60-67 között, tehát ilyen 64-65 körül, hiszen az abszolút kategóriánál nagyon számít, hogy minél alacsonyabb legyen a súlyunk, és a teljesítményünk pedig kimagaslan magas. Én ezért szoktam taktikázni, illetve úgy alakítani a súlyom, hogy ez olyan határon legyek, ami még egy abszolút dobogóra érdemes lehet. Én elég szerencsés vagyok, hiszen nekem ez a taktika bevált, hiszen 65-tel sikerült mérlegelnem, és ugye a teljesítményem 190 kg volt, így egy abszolút első helyzetet tudtam hozni, de nyilván az első három az már eleve kimagasló és nyertes. Természetesen verseny közben a súlyunk változik, hiszen ugye vannak verseny előtti töltések, vannak mérlegelés, meg verseny utáni töltések, és ezt nagyon kontrollálni kell, tehát én se úgy vagyok vele, hogyha töltök, akkor csak kenyér, rizs, tészta, hanem ugyanúgy elhozom a sírkémet, ugyanúgy elhozom a salátámat, a marhámat, sőt, tegnapi töltésem például saláta volt marhával, és nekem ez rettenetesen bevált, ugye a marha nagyon jó kreatin szintje van, nekem ez az erőt rettentően hozza, és nem mindig fontos mellé egy erős szénhidrát, elég késő este, vagy éppen mérlegelés reggeli verseny előtt egy picivel. Nem kell túlzásba se esni szerintem, mert akkor nagyon-nagyon megdobja a súlyunkat. Ugye lezajlott a versenyem, és most tudtam dönteni, hogy délben mérlegelek, vagy pedig négykor, viszont most befértem volna, tehát most épp, hogy befértem volna egy kis szögdeléssel a súly kategóriába, de én úgy vagyok vele, hogy biztosra szeretnék menni, ezért délután fogok mérlegelni, addig én is szerintem fogok szaunázni, illetve egy-két gyakorlatot végrehajtani, hiszen nekem ugyanúgy számít a fekvenyomásba is az abszolút kategóriában az dobogó. Igazából ugyanúgy itt is zéró tolerancia van, mint a testépítésben, tehát az erőemelők ilyen szinten nem térnek el a bodysoktól. Ugyanúgy figyelni kell a súlyra, és hogyha éppen nincs meg a kategóriánk, nekünk is be kell iktatnunk a sprinteket, a futásokat, sőt, legtöbbször szauna is szóba jöhet, ugye nagyon jól elengedjük a vizet, és olyankor több kiló is le tud ugrani rólunk, ami nagyon megfelelő lehet nekünk a mérlegeléshez. Valójában az erőemelő versenyek nem csak arról szólnak, hogy erősek legyünk, hiszen itt is fontos kitaktikáznunk a megfelelő adottságunkhoz való ugye súlyunkat és teljesítményünket, ezért nagyon fontos ugye, hogy előre, mikor megkapjuk a beosztásokat, átnézzük, az ellenfeleket megnézzük, és ahhoz taktikázzuk ki az eredményünket. Illetve még én az erőemelésben azért megemlíteném a kisugárzást, hogy ahhoz, hogy erősek legyünk, ahhoz én szerintem kellni fog egy megfelelő kisugárzás, és ugyanúgy meg lehet adni a módját a szépségnek is, főleg a lányoknál.